Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Pali, hello, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt kívánunk, jó reggelt mindenkinek. Hello, na hogy vagy, mi újság? Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Elindult a karácsonyi forgatag, és éppen ezért ma egy olyan témát hoztam a kozmetikumok területéről, amit nagyon szeretünk karácsonyra ajándékozni. Karácsony. Mindez idáig szerettük, mondjuk igen. Ezt, mert ja, hogy a megszólalás végén most konkrétan igen. Emberek ezrei rohannak majd be a fürdőszobába az egy szemetes kosárral, és éreznek nagyon erős öngyilkos hajlamot, hogy van-e még egyáltalán értelme élni, élhetünk-e úgy, hogy ezeket a kozmetikai szereket használjuk, illetve ezen kozmetikai szereket árulók is rituális öngyilkosságot követnek el, hallgatnak bennünket. Mivel számolunk le ma? Hát ezt a srácok nem használják. Hát ez de klasszik ajándékként szoktuk érted adni. Igen. A Maliciánál is a 84-nél tartanak, úgyhogy srácok, most ebből kimaradtak. Nem, nincs semmi baj. Én mindig olyan parfümet szoktam venni, ami nem ízlik senkinek, ezért visszacsomagolata és jövőre megint odaadhat. Valakinek. Igen, ha veszel parfümöt, mert azért az se egy sűrű. Na, mi a baj a parfümökkel, ha van egyáltalán velük baj? Van baj velük, még az a baj tudtam. Velük, hogy a nagy részük szintetikus illatanyagokból áll, és egy 2005-ös Greenpeace felmérést hoztam ezzel kapcsolatban, ami megállapítja, hogy gyakorlatilag az allergiák leggyakoribb kiváltó okai, és a gyermekkori allergiák több mint 30%-áért felelősek a szintetikus illatanyagok. Ilyen a bőrpír, a viszketőérzés, kiszáradás, hányás, bőrberepedés, duzzadt piros foltok, súlyosabb esetben ödéma, ekcéma, asztmatikus fulladási rohamok, és különböző ilyen légzési nehézségek okozhatnak például illatallergiát, amiről sokan nem is tudják, hogy ez egy illatallergia, és sima aszmaként vagy allergiaként kezelik. Nagyon érdekes, hogy azt is bebizonyították, hogy óriási szerepük van a demenciális betegségek kialakulásában, mint szklerózis multiplex, Alzheimer-kor, Parkinson-kor, akkor a gyerekeknél például a diszlexia, diszgráfia, epilepszia kialakulása, sőt, még az autizmussal is vélik összehozni, hogy köze lehet hozzá, vagy erősítheti az autisztikus tüneteket egy ilyen szintetikus illatanyag. Na most itt sokan mondhatják azt, hogy oké, de az én gyerekem mondjuk nem használ parfümöt, vagy én nem fújom be parfümmel, de akkor az illatanyag itt nem csak a parfümre vonatkozik, nem. Hanem például azon gyermekkozmetikai pontosan. Szerekre is vonatkozhat akár, nyilván nem mindenkire, mert van jó minőségűek, amiben illatanyagot tesznek, jól értem? Amiben szintetikus illatanyagot tesznek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye tudjuk, hogy mivel a természetes illatoknak a kinyerése igen drága, hiszen azt hiszem többször hallottuk, hogy hány tonnányi rózsaszírom kell ahhoz, hogy például egy liternyi valódi rózsaolajat le tudjanak belőle párolni, vagy akár ugye a magyar szabadalom a levendula, ugye például a tihanyi levendula, amit párolnak illóolajnak, óriási mennyiség kell, és ez nagyon drága. És a kozmetikai ipar nem mindig akarja magának megengedni azt a luxust, hogy ilyen drága anyagokat használjon, tehát lényegesen olcsóbb anyagokat használ, és tulajdonképpen a hozzátársított színnel próbálja még azt az érzést elhitetni velünk, hogy ebbe a termékbe benne van az az illat, miközben, vagy az a növény, miközben szintetikus illatanyagokat használ. De mondjuk a gyerekemre vigyázok, és akkor nem rokonom, hanem a velem egy háztartásban élő gyerek ugye nem használ ilyen dolgokat, viszont én befúvom magam minden reggel, az ugyan, neki pont elég, ugyanúgy ugye? Hat rá, mert hogy az a helyzet, hogy a ki tudjuk zárni azt, hogy mit kenünk magunkra, ki tudjuk zárni azt, hogy mit teszünk meg, de hogy mit levegőt veszünk. Tehát nem csinálhatjuk azt, hogy fölülünk a villamosra, és körülöttünk 15 ember vannak fújva, akkor amíg utazunk a villamoson, nem veszünk levegőt. Tehát kénytelenek vagyunk levegőt venni, és a veszélye ennek az, hogy a szintetikus illatanyagok, mivel nem bőrön át szívódnak föl, a limbikus rendszeren, az agynak a limbikus rendszerén keresztül jut be az illatinformáció egyenesen az agyba. Na most itt kell elgondolkozni rajta, hogy az agyamba bejuttatok-e egy természetes illatot, amit az aromaterápia gyógyításra is használ, vagy bejuttatok egy olyan szintetikus molekulát, aminek semmi keresni valója az embernek az agyába, vagy akár az agy körüli nyálkahártya bármelyik részén. És ezek a drága parfümök, amiket nők használnak, 20-25-30 ezer forint körül van, ott is szintetikus anyagokat használnak, vagy ez parfüm válogatja, hogy van, amelyik gyártó beleteszi, ha drága, tudhatod, hogy benne van, ha kicsit olcsóbb, vagy hamis, akkor valószínűleg nincs benne. Tehát honnan tudja ezt az ember?
Hát sajnos sehonnan. Tehát sok esetben a nagyon drága parfümökben sincs természetes illatkomponens, és van olyan, amikor mondjuk már 10 000 forint környéki parfümben minden illatkomponens természetes, tehát nem káros. Ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a természetes illatokat próbálják leutánozni, és egy kicsit visszatérnék ez a 2005-ös Greenpeace-es felméréshez, és többek közt ugye még azt is írják, hogy felnőtteknél például különböző agyi folyamatokat képesek blokkolni, és nagyon sokszor migrénes rohamokat is kiválthatnak, valamint hormonrendszer károsító is van köztük. Na most nagyon érdekes, hogy itt van a mossus. A mossus illatot előszeretettel használják nagyon drága parfümökbe, ez egy drága illat alapanyag. És ennek van egy szintetikus formája, például a xilomossus, és 2005-ben megvizsgálta a Greenpeace 36 minőségű drága márkás parfümöt vizsgált be, és 36-ból 34-ben megtalálta ezt a szintetikus pézsma vegyületet. És az a baj, hogy ezek felhalmozódnak az emberi szervezetben, és nem csak a nyálkahártyát irritálják, hanem a szervezeten belül elindul egy olyan biokémiai folyamat, ami nitrozaminokat képez a szervezetben, és a nitrozaminok viszont bizonyítottan rákkeltő anyagok. És akkor nézem, hogy eredeti pézsma van-e benne? Úgy lehet felismerni, hogy ha megnézed bármilyen parfümnek vagy a kozmetikumnak, amiben van illatanyag az összetételét, akkor tulajdonképpen ott van a parfümöknél mondjuk ott, hogy alkohol, általában van valami illatfixáló vagy tartósítószer, és akkor még ezeken is elidőzhetnénk, hogy az illatfixáló szerek mit okoznak. És utána föl van írva, hogy parfüm vagy fragrance. Na most a két szót, hogyha elemezzük, ez mind a kettő mást jelent, mert a fragrance az az esetek 99%-ában garantáltan szintetikus komponenseket jelez, és azért nincs egyesével föltüntetve a parfümön az összes komponens, mert azzal elárulnák a nagy titkot, hogy az orr hogyan rakta össze ezt az illatot. És ezért egy ilyen gyűjtőnevet használnak, mert sok esetben egy-egy parfüm akár 100-112 komponensből is állhat, míg az illat kijön. Tehát ilyen apró komponensekből. De ha ez a szó rajta van, a fragrance szó rajta van, akkor garantáltan szintetikus. Ha azt a szót látjuk rajta, hogy parfüm, és nincsen megcsillagozva, akkor az is szintetikus. Ha meg van csillagozva, akkor általában utána ilyen megjegyzést szoktak írni, és oda szokták írni, hogy mit tudom én, esszenciális olajokból, vagy természetes olajokból, vagy organikus olajokból, akkor ott már van remény, hogy abban tényleg természetes illóolajok vannak. Tehát például én nem használok ilyet a Noelnél, mert nem hiszünk ezekben, de nagyon sokan használnak ilyen babaápolószereket, amin én ugyanúgy látom rajta például a szódium lauril meg laureculfát, ott nem túl megnyugtató, hogy azt gondolod, hogy babaápoló, és ott tényleg vigyáznak. Aztán van egy csomó érdekes, aki babaápolónak mondja magát, és nagyon sok minden van rajta. Te ott is használnak illatanyagokat. Persze, hogy használnak. Nagyon-nagyon töményen. Hát, nem túl megnyugtató akkor. Nekem az a bajom, hogy én beszélgettem olyan édesanyával, aki azt mondja, hogy azért szeret a gyerekére testápolót, meg ilyen mindenféle kenceficéket rakni, mert attól olyan finom baba illata van. Aha. Hát kérdezem én, hogy valóban mi lehet az a baba illat? Tehát szagolta az életébe a valódi kis édeskés tejszagát a gyerekének, a bőrének, hogyha neki mondjuk a mit tudom én milyen márka, meg a harmadik márka illata próbálja az agyába berakni azt, hogy ez a valódi baba illat? Nem, hát nálunk lassan egy éves, de nagyon büdös kellene, hogy legyen, mert mi semmit nem használunk. Tehát meleg víz, nagyon pici természetes szappan, de csak egy kicsi, és a gyerek olyan tiszta, igen, sima, egyszerű meleg víztől, mert hogy valójában nem is nagyon koszosak még, ugye? Hát egy újszülött, meg egy egyéves, hát nem is nagyon koszolja össze magát. És nem kell semmi, és tök jó baba illata van. Tényleg, és tele vannak ezek aromával, meg illatanyagokkal, lehet látni. Igen, tehát ezzel óvatosan kell bánni szerintem. Csak megtévesztő, mert ráírják, hogy babaápolás, és itt is ez egy bizalmi kérdés. Persze ezek közül, ezen termékek közül is van jó. És azt semmiben gondolod, hogy... nem különbözik egyébként a felnőtt testápolónak az összetételétől, csak annyiban, hogy halványkék, vagy halványrózaszín, vagy halványsárga dobozba rakják bele. De valahogy az embernek az érzet, hogy rájuk biztos vigyáznak. És egy olyan illatkomponens tesznek hozzá, amiről elhíresült, hogy olyan baba illat, olyan kis púderes, olyan kis finomka, olyan kis, tehát nem egy felnőtt illat. Ez igaz lehet például az ilyen nedvesített, illatosított babatörlőkendőkre is? A popsi törlőkre gondolok. Na, azt mondjuk, abszolút, mi használunk.
Abszolút, abszolút. De egyébként a popsitörlőt olyan egyszerűen lehet házilag is készíteni, és már lehet kapni popsitörlők közül is nagyon jó minőségű illatmentes popsitörlőt, vagy olyan illatot, amiben valóban olyan természetes illatanyag van, például egy levendula komponens, ami még kimondotta jót is tesz a baba bőrének, és ekcéma ellenes. Ezeken az érzékenyebb részeken, ahol használják ezeket a törlőkendőket, ott könnyebben felszívódik? Hát most, ha popsira gondolunk, akkor az egy nyálkahártya. Nyálkahártyáról egyértelműen sokkal könnyebben felszívódik minden méreganyag. Többek közt a propilenglikol, és szinte majdnem minden baba popsi törlőkendőben látok propilenglikolt. És az mit csinál? Az gyakorlatilag átteresztővé teszi a bőrt, és a bőrnek a természetes funkcióit rombolja. Én most az aromagyertyákról olvastam valami elképesztő cikket, hát most, hogy ez lobby, nem lobby, lejáratás, nem lejáratás, de hogy megállapították ott is, én nem tudom ezt pontosan, hogy kutatják, de hogy sokszor olyan illatanyagot kevernek az aromagyertyába, mint ha éveken keresztül te ugye otthon használsz, égeted, szagolod, akkor kimutatta, nem tudom, pajzsmirigyrák, nem pontosan, tudom, mi volt. Nem, pontosan ez. Elolvasom, hogy úristen, hát teljesen ártatlanul te meggyújtod, jó illata van, nem is gondolsz vele, szép a lakás tőle, és elképesztő volt a cikk, mondom, ezt vizsgálták, hogy, és talán a pajzsmirigyrákot említették, érdekes, hogy megdöbbentő összefüggést találtak. Az az érdekes, hogy a parfümökbe ugyanezeket a szintetikus illatkomponenseket használják. Hát képzeljétek el, hogy van egy nagy polc, amin van, mit tudom én, 1000 üveg, és minden üvegbe szintetikus illatalapok vannak. És az, hogy most ez egy WC-papír, egy klozetillatosító, egy parfüm, vagy éppen egy illatgyertya, kvázi ugyanazokból a komponensekből keverik ki. Igen, ugyanazokból a komponensekből, és akkor itt feltehetjük azt a kérdést, hogyha az ember megvesz mondjuk 20.000 forintokért egy nagyon márkás drága parfümöt, akkor vajon miben különbözik ugyanennek a hamisítványa, amit meg 1-2000 forintért meg lehet kapni? Hát van egy rossz hírem, sok esetben semmiben. Semmiben. A márkát fizetjük meg a nagyon drága pénzzel, illetve azt fizetjük meg, hogy még nem fejlőfa illatúak vagyunk. Igen, ha? Azt fizetjük még meg, hogy a nagy márkás... Budiba az van, igen. Hát sok helyen. A nagy márkás parfümök lényegesen drágább és minőségibb illatfixálókat használnak, tehát a hamisított parfümöknél előfordul, hogy magadra fújul, és tényleg ugyanaz az illat, aztán fél óra múlva meg már egy kicsit más lesz, de kvázi a alapanyagoknak a minősége sok esetben nem különbözik. Nem azt mondom, hogy nincs olyan cég, aki erre nem figyel oda, de a legnagyobb parfümgyártó cégek, akik használnak természetes illatokat is, használnak mellettük sajnos szintetikus komponenseket. És az órodnak teljesen mindegy, hogy most a parfümödből csak a 30%-a szintetikus, az akkor is be fog jutni az agyba. De ma látom, hogy ma reggel 10 órakor csoportos felmondás a parfümériában. Csak azok, akik végighallgatják ezt az adást, mondjuk ott dolgoznak. Gondolod, hogy ott áll mondjuk 12 órát, és mindenki fúja. Ezt jó, hogy mondod, mert erre volt felmérés, hogy a parfümériákban dolgozó hölgyeknél sokkal nagyobb az esélye a migrén előfordulásának, sokkal nagyobb az esélye a szklerózis multiplex, ha egyébként is hajlama van rá, tehát most nem azt mondom, hogy egy parfüm fogja okozni, hanem egyébként is hajlama van rá, akkor sokkal nagyobb eséllyel esik bele ezekbe az agyi eredetű súlyos betegségekbe. És mit javasolsz nekünk, a Jani valakiknek mindjárt kifogy a 8x4, vagy lejár ugye Malicia, a szavatosság a Maliciának? Már nem akarunk még egyszer UOMO-t venni. Azzal nincs semmi baj, már mondtam még baj van egyszer, hogy olasz cucc. Nem az ország származás lények, hanem az illat. Vagytok olyan öregek, hogy emlékeztek még a bak? Hogy nem. Na szóval milyen lehet akkor ezeket pótolni? Mit csináljon az ember, ha szeretne mégis üdefriss világillatot magad körül? Én két javaslatot szoktam adni. Én egyébként szoktam szervezni aromaterapeutaként ilyen parfüm, készíts magad parfüm akciót. Hát tulajdonképpen, ha az embernek van otthon 10-12 jó minőségű illóolaja, akkor abból nagyon sokféle illatkomponens le tud gyártani, és ez egy jó játék is otthon kísérletezgetni, egy egyszerű gyógyszertári alkoholba, vagy egy jó minőségi jojoba olajba, mert van olajos alkohol alapú parfüm, csepegtetünk a saját ízlésünknek megfelelően, vannak már receptúrák, tehát a neten rá lehet keresni, ez az egyik verzió, a másik verzió... Hát csak nem marad tartós, egész más, hát azért ezekbe tesznek fixálókat, és az egész nap érzed. A jojoba olaj az eleve is egy fixáló. Na most én úgy gondolom, hogy az egészségünk megér annyit, ha
hogy mondjuk egy 4 óránként újra fújom, és viszem magammal a zsebembe. Aha. Így is úgy is hordunk magunkkal parfümöt. Persze. Ha már illóolaj, nagyon sokan használják, nem feltétlenül vonatkozik, de egy jó minőségű illóolaj, az egyébként hasonlóan kártékony, vagy abban nincs semmi olyan adalékanyag? Egy igazi jó illóolaj, ha valódi, tehát ha 100%-osan natur, akkor az még kimondotta jó is, mert hát az aromaterapeuták ezzel gyógyítanak, meg javítanak közérzetet, meg stresszellenes, meg nem akarom sorolni. De vannak az úgynevezett illatolajok. Na, ilyenkor karácsony környékén ugye minden vásárba árulják a párologtatókat, és árulják hozzá az illatolajakat, amiket már 250 és 600 forint körül megvehetünk, na ott elkezdhetünk gyanakodni. Hogy abban nincs annyi. Karácsonyi süti illat. Igen, a karácsonyi süti illat, de hát erre is van recept, egy kis fahéj, szegfűszeg és kardamom olajat kell összekeverni egy pár csepp vanília eszenciával, és ott van a karácsonyi illatod. De a kérdésedre visszatérve, Feri, hogy mit csináljunk, hogyha nem akarunk mondjuk magunknak kevergetni, de van egy jó hírem, hogy jelenleg körülbelül 8-10 olyan Magyarországon is kapható cégnek van természetes parfümje, uh-huh. amiről én tudok. Tehát én magam is ilyen parfümöt használok, most ugye itt márka neveket nyilván nem mondhatunk. Nyilván nem mondjunk persze semmi. De mi van ráírva? Természetes anyagokat tartalmaz? Vagy az van ráírva, hogy bio parfüm. Aha. De olyan, hogy rendesen rajt van a szertifikáció, tehát nem csak a neve bio, hanem tényleg rajt van a szertifikáció, mert a bio nem engedi a mesterséges illatanyagoknak a használatát. Vagy pedig az van ráírva, hogy organikus parfüm természetes komponensekkel. És megmondom őszintén, hogy semmivel nem drágábbak ezek a valódi jó drága illóolajakat tartalmazó parfümök, mint mondjuk a híres nagy márkáknak a szintetikus komponensei, ahol, mint már mondtam, az orrnak a szabadalmát, meg a márkanevet kell leginkább. De akkor otthon, akik használnak ilyen konnektorba bedugó illatosító dolgokat, gyerekszobába berakja, jó illat van, óvatosan, akkor ezekkel is? A konnektorba bedughatok a legborzasztóbbak, mert azok még ráadásul... Ezt kocsiba is nagyon sokan használják, ugye? Na, hát az autón fityegő tükröllógó, mindenféle... Ugye fújja a meleg levegőt, és a meleg levegő aktiválja az illatanyagot, tehát rengeteg taxiba ülök be. Nekem mi van az autómban, meg a lakásomban? Én például inkább vettem egy diffúzort. Ezekkel a diffúzorokkal ilyen ultrahanggal lehet párologtatni valódi illóolajokat, és ráadásul az aszmásoknak is nagyon jó. És egy diffúzornak nem sokkal több az ára, mint ha váltogatjuk mondjuk egy évi ilyen konnektorba bedugható adalékos vacaknak az ára egy diffúzor. A másik meg, hogy itt vannak ezek a mécsessel párologtatható kis tálkák, amiben szintén valódi illóolajat bele tudunk rakni. Igen, a tetejére becsüpögtetett egy pici vízzel, alul berakod. Nekem a mécsest, az autóba meg lóg egy ilyen kis helyes párna, egy ilyen kis párnácskát kaptam az egyik páciensemtől, ami ki van tömve vattával, és én arra a párnácskára csöpögtetek mindig éppen olyan illóolaj komponenst, ami nekem tetszik, és az ugyanúgy illatozik az autóban. Tehát óvatosan ezekkel is, hogy mondjuk karácsony illatot akarunk, és akkor ez a fahéj mézes kalács konnektorba bedugós, és a gyerek szobájába brutálisan jó de illat. De már láttam olyan karácsonyfadiszt is, kézzétek el, hogy elemes, és megnyomsz rajta egy gombot, az pont a műkarácsonyfákra ajánlják, és ilyen szintetikus fenyőillatot fröccsön. Hát ezt a nők nagyon szeretik, belépsz a lakásba, jó illat van, a nők turbósítanak mesterségesen, hát egy palinak kevésbé jut eszébe, nem? Na jó, de a természetes illatoktól még jobb illat lehet a lakásban, mint a mesterségestől. Még jobb. Na jó, ez érdekes volt, köszönjük szépen. Reggeliztél valami izgit? Most fogok csak reggelizni, és hogyha elmondom, hogy mit, akkor lehet, hogy meg fogtok döbbenni. Na. Nyers székelykáposztát készítettem magamnak, ez 5 perc alatt megvan. Mi van benne? Hát, ha nyers savanyú káposzta van benne, és van hozzá egy nyersen turmixolt szósz, amiben van kápia paprika, zöld paprika, lila hagyma, kesudió, rendes dió, különböző kicsit fűszerek, rengeteg fokhagyma, és ebből lesz pontosan egy olyan piros szósz, mint a saft, és a savanyú káposztával össze kell keverni, összeérik, és nagyon finom. Aha. Nem, a székely káposzta nem így készül. Jó étvágy. Mielőtt nagyon ezen összeveszünk, mint Gáborral minden második csütörtökön. Vali, 2 hét múlva folytatjuk, csókoltatunk, érdekes volt. Köszönjük szépen! Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.